Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon nálunk reggel van, képzeld el, elég koraiak vagyunk. 9 óra 10 perc van, és nem máshova megyünk, mint a hajóra. Kivisszük a vízre, ugyanis megkezdődött a nyári szünet a Lucasnek. Nincs ma óvoda, itt van a Davis. Szervusz, mi a helyzet? Hello, szíves, szavasz! Hello, szia! Jó, elég jó idő van, visszük a nagy vízi puskánkat, ugyanis tegnap kapott... Ja! Kapott a Davisnek a Lucas egy ilyen nagy vízi puskát, és nem tegnap vettük, de ma reggel kapta meg a Davis, mikor reggel felébredt, mondta, megyünk hajózni, és van egy meglepetésem a számára. Rettentően örült ennek a vízi puskának. Úgyhogy ezt fogjuk nem letesztelni, a GoPro-nak a lassított felvételét fogjuk letesztelni, ugyanis még nem teszteltük le. Jelenleg a GoPro 7-es feketével filmezek, és leteszteljük, hogy lassított felvételt hogy tud csinálni. Úgyhogy nem más fogjuk csinálni, meg fogjuk tölteni ezt a nagy vízi puskát majd vízzel, és a Lucas-t, szervusz! Így fejre fogjuk lőni! Vagy engemet! Lassított felvétellel megnézzük, hogy néz ki, meg a homokot. Ugye a GoPro 7-esnek jobbnak kell, hogy legyen mind a réginek, a 6-osnak, az 5-ösnek, de lassított felvételt még nem csináltunk vele. Úgyhogy azt fogjuk ma kipróbálni, amúgy mutatom, hogy mit viszünk magunkkal. Ugyanis mivel karácsony van, a karácsonyra a hajó kapott egy pár dolgot. Például kapott egy ilyen hordozható rádiót, amit képzeld el feltöltesz és 8 óráig lehet hallgatni. Így néz ki. A nyakadbató lakasztal, úgyhogy ez nagy a hajóra, ugye nem kell hozzá áram. Beindítjuk, bele lehet rakni egy USB kártyát, SD kártyát, USB-t bele lehet nyomni, van rajta ilyen AUX-os bemenet is, mindegy, többféle bemenet van rajta, meg van rajta a Bluetooth is, tehát rá tudjuk csatlakoztatni a telefont. Aztán, ezen kívül mutatom, vettem nem mást, mint egy zuhanyzót, képzeld el a hajóra egy zuhanyzót, ez egy ilyen szoláros zuhanyzó, tehát megtöltöd vízzel, és a nap felmelegíti a vizet, 40 vagy maximum 50 fokra tudja felmelegíteni, és le tudsz zuhanyozni. Ez itt van kint, jelenleg engedem ki belőle a vizet, és azt mondták, hogy először ki kell mosni. Visszük magunkkal, ami érdekes volt az egészben, képzeld el, hogy le volt árazva. 20 dollárról 5 dollárra. Ugyanúgy, ahogy ez a rádió is le volt árazva. Így karácsonyra, úgyhogy rettentően örültem neki. Várjál, megnézzük, hogy lengette a vizet, összepakolunk, aztán megyünk. Itt van az zuhanyzó. Látod, ugye fel kell akasztani, meg kell tölteni vízzel. Felmelegíti a vizet, és kijön itt alul belőle, hogyha megengedett. Úgy néz ki, hogy kijött belőle minden. Úgyhogy ezt összecsomagoljuk, kivisszük a hajóra, megtöltjük vízzel, és le fogunk tudni zuhanyozni, vagy van nálunk ugye tiszta víz, hogyha meg akarod mosni a kezedet, vagy valamit. Készen vagyunk már lassan, gyerekekkel, a családdal menni valahova egy kicsit nehéz, ugyanis kell sok mindent vinni magunkkal. Például most eszembe jutott a Davisnek, hogy kell víz, és a víz meg benn maradt hátul a csomagtartóban, mikor az az én hibám volt. Úgyhogy most ki kellett szállni, na mire, az ennek, hogy most már elkészültünk, úgyhogy már is kell menni tankolni, ugyanis kell benzin a hajóba. Nem kell, de jobb, hogyha van nálunk extra, és mehetünk. Azt hiszem minden megvan, nagyon remélem. Az idő elég jó, süt a nap. Már mondott záporokat, ugye, hogy tegnap is volt zápor, tehát képzeld el, elmentem hajózni, aztán jól megáztam kétszer, amúgy utána szépen sütött a nap, mert jó idő volt. Nem jön semmi, úgyhogy mehetünk. Na, megérkeztünk, itt van a hajunk, kicsit lent van a víz, hogy le kell rámászni, megfolyik a Davisnek a kezét. Megérkeztünk, lassan készen vagyunk. Ja, mi a helyzet? Megvan a vízi puskánk, te is megvagy. Kiraktam a... Szervusz! Kiraktam a benzines kannát, megvan a táskánk, megvan a rádiónk, ezt majd valóban be kell ugye állítani, aztán nézzük, hogy szól. És most előveszem a csónakot, felfújjuk a felfújhatós csónakot, ugyanis kikötöm majd a hajó mögé, a Lucas-t lerakjuk, aztán húzzuk majd a hajó mögött a Lucas-t. Rendben van? Ja, meg kell tölteni vízzel a zuhanyzónkat. Itt van a zuhany. Úgyhogy elmegyek most vízért, megtöltjük és valahova ki fogjuk akasztani, csak azt nem tudom még, hogy hova. Készen vagyunk, azt hiszem készen vagyunk. Lucas befeküdt, addig ott nem tudom mit csinál, Davis itten pakol. Felfújtuk ezt a felfújhatós csónakot, kiraktam ide az elejére, lekötöttem, úgyhogy nem fog lemenni. Megtöltöttem az zuhanyt vízzel, most hagyom, hogy ott töltődjön, ugye majd felmelegíti. Aztán meg lezuhanyozunk majd egy kicsit később. Hoztam vizet a csapból, majd ide való felakasszuk. Úgyhogy most berántjuk a motort, és azt hiszem, hogy készen vagyunk és mehetünk.
és sikeresen elindultunk, de mi mindig olyan sok pályát tart nekünk, hogy elinduljunk, bár most fel kellett fújni ezt a csónakat. Nem sokára, látod ott valakint, még mindig megvan, jól lekötöttem, bár nem megyünk gyorsan. Átmenjünk oda a túloldalra valamerre, kimegyünk a nyitott a vízre, aztán Lukasz majd, Lukasz, átöltözze utána, aztán beleugrasz, kikötjük ide a hajó mögé, és ott fog majd jönni a Lukasz, ugye? A Davisnek meg megtöltjük a vízipisztolyát, jelenleg a Davis az iszik. Ugye, Nyuszi? Uh-huh. Aztán, hogy lövöldözzük a Lukaszt. Én itt a hajóból a vízipisztolyjal. Mit szólsz hozzá? Nem van nekem belássál. Bár lesz rajta mellény, ugye mentő mellény, úgyhogy nem, ha belesesít, nem hiszem, hogy ott lesz. Max visszafordunk, aztán kihúzzuk. Nem sokan vannak a vízen ma se, de egy pár jetski mondjuk van. Még hét közepe van. Ugyanis ezt a videót erre kicsit előbb filmeztem, mert most jó idő van, étvégére megint mondják az elsőt. Úgyhogy gondoltam, hogy ma filmezek, mert szép az idő, meg azért ma kijöttünk egyet. Na megy a zene, oda kikötöttem. Azt mondja, hogy át kell ma rakni máshova, mert ha jön egy nagyobb hullám, akkor neki fog ütődni mindenhova. A Lukasz ott benöltözik, nem mutatom. Amúgy elég jól szól. Rárakjuk valami másik zenére, figyelj. Na, ki ismeri ezt a zenét? Olyan, mint a kincs, ami nincs, nem? Ki ismeri azt a filmet? Amúgy van sok ilyen zene rajta, ahol ráraktam. Az a olyan család ezt a zenét nem annyira szereti, csak én egyedül. Úgyhogy néha én fogom hallgatni, amikor egyedül vagyok inkább, akkor többször. De most átfogom, hogy másnap zenére, aki hogy mindenki szeret. Na, letöltjük vízzel. Én a pucam úr Frender, oké? Okay? Aztán leveszük a hajót, aztán Lukasz meg bedobjuk a hajóba, és kiengedjük. Na, várjál. Not Lukasz, only to the water. Megtöltöttem a vízzel, egy kicsit hideg a víz. Én azt hiszem, hogy a lelő egy kicsit hideg lesz. Úgy. Aha, ó, jön ki belőle a víz. You can't, baby, I'm sorry. Matt, tartom. Most kapaszkodjál meg. Ez gyors megy. Ja, gyors megy, ezt a gyorsan másszál bele. Ha leesel, nem kell aggódni, mert majd visszajövünk érte. Csak ugorjál úgy bele. Oh, na, Lukasz bent van. És kiengedjük, indítjuk a motort. A Davis meg lövöldözik közben. Ez a masina meg lejött eljér, úgyhogy azt mondja, hogy nem lesz jó, mert neki megy mindennek. Na, látjuk. Na, sikerült. Beleraktuk a Lukaszt, ilyen megettünk, mert kicsit megint gyorsabban is. De meg csak lövöldözzel! Nincs benn víz? Ah, várjál! Mindjárt letöltjük vízzel. Nem jön sehol senki. Úgyhogy mehetünk egy kicsit gyorsabban. Jön a Lukasz! Oh! Azt hiszem felement a víz a csónakba. Mindjárt elsüllyed. Na, bejött a Lukasz. Kicsit elsüllyedt. Vissza akarsz menni még egyszer? Ja. Oké, na indulás. Na próbálkozunk még egyszer, másodszor, harmadszor, nem is tudom, mindig a víz alá megy az eleje. Most a Lukasznek mondta, hogy üljen nagyon átura, fogja az elejét, ugye még fel nem gyorsunk egy kicsit, aztán meglátjuk. Úgyhogy a Lukasz ott ül be hátul. Ott ül be hátul. Készen vagy? Nem? Na mindegy. Úgyhogy megvan a kötél, talán nagyon hosszúra, most nem húzom ki, de majd meglátjuk. Na figyelj, lassan megyünk, kapaszkodjál. Na, ha lassan megyünk, nem rossz, így a Davis legalább le tudja spicelni. Közben nézzük a hajókat, és nagy véletlen volna meg ugye neki menjünk. Ja, lelőtted a Lukasz, vicces volt, né? Na megálltunk, kikötöttünk itt egyet ezen a szigeten. Itt rohangálunk egyet. Ne menj bele a vízbe. Ugyanis itt egy kicsit, ja, látod, ilyen koszos. Lent van most a víz eléggé, és kiosztott ezt a sok szemetet ide.
kihoztuk ezt a csomulakot, azt mondom, hogy kell vennünk egy ilyen rendeset, ugyanis ezt nem lehet húzogatni. A Lukasz ugye beleült egy pár, de mindig bement a víz alá. Itt a piszta puskát, tessék! Úgyhogy majd elmegyünk. Lukasz mit csinál, lövi a madarakat. Úgyhogy most megálltunk egyet, kikötöttem a hajót. Hát lekötöttem a csomulakot a hajóról, mecsét húztunk magunk után ugye. Aztán itt körbenézünk egyet ezen a szigeten, és megyünk majd valamerre tovább valószínű. Ott egy szép nagy vitorlás, oda néz. Na, rohanunk, lelőttük a madarat. És most nem más csinálunk. Én azt mondom, hogy átrakom a kamerát a lastot felvételre, és megnézzük, hogy mit filmezünk. Nem filmezünk. Szerintem biztos, hogy jobb lesz a lastot felvételni a régén, de majd meglátjuk. Úgyhogy figyelj! Na ez volt a lassított felvétel, nem tudom milyen lett, majd hazajuk, ugye visszanézzük. Ilyenek a hullámok. A rádió még mindig szólott fent. Csak az, ahogy nem halljuk el, lehatutott, amikor megérkeztünk, azt elfelejtettem visszarakni rá a hangerőt. Hogy visszajeg, aztán adok rá egy kis hangerőt, hogy valamit halljunk is. Amúgy eddig még működik, most már megy körülbelül egy másfél órája. És még nem merült le az akkumulátor. Várjál, jövök! Hiája! Na nézzük! Működik. Ez még mindig töltődik, gondolom. Majd ide felakasztjuk valahova. Aztán lezuhanyozunk. Hogy itt nincsen senki se. Kivéve mi. Meg egy helikopter ott. Azon a fején van egy-két hajó. Ott van arra fel egy ilyen játszótér, de tele volt gyerekkel, az előbb megnéztük. Így sokan kempingeznek. Aztán mi van még itt? Szoktak lenni ilyen henguruk, ilyen valabik. Kígyór, azt remélem, hogy nincsen. De bejövök egy kicsit ide beljebb, megnézzük, hogy mi van itt ezen a szigeten, amit szoktunk erre járni. És egy kicsit ott lejjebb, még régen, ugye, amikor Jessica-val szoktunk kijönni. Egyedül, vagy a Lukasszel, ugye, vagy apukámmal, vagy az öcsémmel. Amúgy itt egy út. És ez egy sziget, ide csak úgy tudsz kijönni, hogyha ilyen hajó kihozza az autódat, de amúgy itt vannak hajók, vannak itt házak is. Arra felfelé van egy szálloda is. Ez néha víz alatt van, de most úgy néz ki, nincs víz alatt. Még esett az eső eléggé pár nappal ezelőtt, úgy látszik, hogy elment a víz. Hú, de meleg ez a homok, nem hoztam Nem hoztam magammal cipőt, elfelejtettem. Na mindegy, hogy körbenézünk itt egy kicsit gyorsan. Nincsen itt valami koala. Koala sincs. Na mindegy, bejebb nem megyünk, mert nagyon böki a talpont ez a sok kiálló itt a homokból, meg a rettentő meleg a homok. Vissza még megnézzük, mit csinál a család. Iszunk egyet,
láthatunk itt omokon, aztán valószínű, hogy megyünk tovább majd valamerre. Lehet, hogy majd valamit ebédelünk, de meleg ez a homok, te. El kellett hozzá olozni a cipőmet. Elindultunk, végre összepakoltunk. Egyre moztam magammal a felsőt, amit le tudnánk cserélni, azért van csak türelközöm. Közben ott mennek hajóval össze-vissza, elég sokan jöttek most már ki. Ugye majd én is megyünk egy ilyen nagy kört, tehát a sziget körül körbe megyünk. Az utcára ugye nem fogunk kimenni, arra kell kimenni egyenesen. Aztán meglátjuk, ha jönnek a hullámok. Rádió még mindig működik, képzeld el! Kamerá, nem lehet látni a hullámokat? De eléggé lehet megkapaszkodni. Nézd azt a nagy hajót, milyen gyorsan megy mellettük. Akkor a hullámok lesznek mindjárt, jön a másik mögöttek. Úgyhogy azt hiszem, hogy kapaszkodnunk kell itt rendesen. Ha talán sikerül kikerülni, teljes gázzal megyünk. A hullámok most már kezdnek egy kicsit kisebbek lenni, de még rendesen meg tudunk el mozdítani. Na, ráfordultunk, és szépen átmegyünk rajta. Átmentünk az elsőt, most jön a második, ezt megpróbálom most már kikerülni. Megyünk tovább. Kikötöttünk egyet itt, hogy most leteszteljük a zuhanyunkat. De kicsit nehéz. Mindjárt megnézzük, hogy felmeglehetett-e a víz, vagy nem. Na, kikötöttem ide az elejére. Nem akarok ott lezonyozni a felrakni, mert ugye ott ül a Davis. Feleségem, meg mindenki. Úgyhogy megnézzük, hogy itt milyen. Ide kiraktam, látod ide az oldalára. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen meleg. Képzeld el, egész meleg, egész kellemes meleg, nem olyan sok víz jön belőle, mert csak tesztelem itt a lábommal, ide felraktam. Valamennyi jön belőle, de azt hiszem fel kéne valahol akasztani, de elég meleg, itt csak csöpörök, de ezzel szerintem simán le lehet zuhanyozni. Minden megpróbáljuk felakasztani valahol oda, előre azt úgy lehet zuhanyozni, vagy megnézni, hogy ne menjen rá ugye senkire, várjál. Azt hiszem valamit ki kell találni ez a zuhanyol, és ide felakasztottam, de nem elég magas, látod? De az lábunkat meg lehet tudjuk zuhanyozni. Mi van, megviszi pisztolyozol? De nézd, hogy jön belőle. Meleg, nem olyan túl meleg most már, de elég meleg, látod? Ja, megmosjuk a lábunkat. Nem olyan túl meleg, de azért meleg. Mondjuk azt, hogy langyos, le lehet vele azért zuhanyozni, tehát jobban melegebb, mint a víz. Még nem olyan sokat töltötte magát. Reggel mennyi? 10 órától olyan? 3 órát töltötte magát körülbelül. Ja, teglöved azt. Még szerencsé, hogy a víz ott ki tud hátul menni. Nézd, valahol ki kell találni. Ezt nem tudjuk felakasztani, mert lejön belőle, vagyis lehúzza, ugye elég nehéz. Úgyhogy nem tudom, hogy jó szopot kitalálok, hogy valami ráakasztom. Na, hogy kiegedem a vizet, aztán menjünk valószínűleg kökötünk, menjünk haza. Lukasz meg majdnem elaludt. Jó, egy elfáradtál? Ja, te. Kiúszta a víz a Lukasz. Menjünk haza, aztán ebédelünk, azt hiszem. Mit csinálj? Ne lövöldözni is. Hozzáérkeztünk, te. Lezanyoztunk, megborult fákoztam, majd látjátok. És kicsit felfrissültünk. Most nem más fogunk csinálni, meg fogunk ebédelni. Egy ilyen kicsit késői ebéd lesz, és nem lesz olyan túl késő, mert nincs több mint 2 óra múlott 6 perce. Mi a helyzet? Mindenki felfrissült? Jó. Mivel játszol annyi? Semmivel. Hát dehogy nem, ez a játéka. Legközelebb nem más fogunk csinálni, mint veszünk egy ilyen, ezt a felfújatós valamit, azt a nem tudom, minek hívják magyarul, hogy lehet húzni ugye a hajó után, és nem fog bemenni a víz alá. Úgyhogy azt jobban fog élvezni ugye a Lucas, a Davis nem hiszem, mert túl pici, hogy rá tudjon ülni, ha csak nem velem, de meg valakinek másnak kell vezetni a hajót. És valakinek kell vezetni a hajót, meg valakinek ugye kell nézni a másik embert, hogy illetve beleesik a vízbe, akkor vissza tudjál menni. Ugye gyorsan nem megy a hajó, tehát nem a hullámokon lehet, hogy beleesse. Na mire, meglátjuk. Ugye ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Ugye attól függ, hogy mikor nézzetek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!